11. fejezet Vinicius ezen az éjszakán lesen feküdt. Kevéssel Petronius távozása után, hogy a megkorbácsolt rabszolgák előgatása sem fájdalmát, sem dühét nem enyhítette, összeszedett egy csomó más szolgát, és azok élén már késő éjszaka elindult lőgia keresésére. Beárta az Esquilinus városrészt, majd a Suburrát, a Vicus Sceleratus-t, és minden szomszédos sikátort. Azután körüljárva a kapitóliumot, Fabricius hídján átjutott a szigetre, majd bejárta a város Tiberiszen túli részét. De hiába való hajtóvadászat volt ez, hiszen neki magának sem volt rá reménye, hogy lőgiát megtalálja, és ha mégis kereste, legfeljebb azért, hogy ezt a rettenetes éjszakát kitöltse valamivel. És valóban, csak hajnal felé vetődött haza, amikor a városban már megjelentek a zöldségárusok szekerei és összférei, és a pékek már kinyitották boltjaikat. Mikor visszatért, eltakarította gulló holttestét, melyhez eddig senki sem mert nyúlni, majd a rabszolgákat, akiktől lügiát elragadták, ergásztulumba küldötte falusi birtokára, a jóformán a halálbüntetésnél is kegyetlenebb volt, végül az átriumban egy leterített padra vetve magát zűrzavarosan töprengett, hogy mi módon találhatná meg, és hozhatná vissza lőgiát. Lemondani róla, elveszíteni, soha többé nem látni, ezt lehetetlennek tartotta, és már puszta gondolatára is elfogta az őrjöng is. A fiatal katona erőszakos természete életében most először ütközött ellenállásba, egy törhetetlen, idegen akaratba, és egyszerűen nem bírta felfogni, hogyan merészel valaki az ő kívánságának útjába állni. Vinicius szívesebben elviselte volna, hogy az egész világ és ez a város romba dőljön, mint hogy ő el ne érje, amit akart kiragadták kezéből a gyönyör serlegét, mikor majd majdnem az ajkát érte. Ő tehát úgy látta, hogy ezzel valami hallatlan dolog történt, amely bosszúért kiállt az isteni és emberi törvényekhez. De mindenek előtt nem bírt és nem akart beletörődni sorsába, mert soha életében semmit sem kívánt annyira, mint lőkiát. Úgy érezte, hogy nem tud nélküle élni. Önmagának sem tudott választ adni arra, mit csinálna nélküle holnap, és hogyan élhetne a következő napokon. Egy-egy pillanatban már szinte tébolyszerű dű fogta el Lügia ellen. Magáévá akarta tenni, hogy verhesse, hajánál fogva a kubikulumokba, és kitölthesse rajta bosszúját, máskor meg rettenetes vágyódást érzett a hangja, alakja, szeme után, és úgy érezte szívesen feküdne lábai előtt. Hívta, ujját harabdált, és fejéhez kapkodott. Minden erejével kényszerítette magát, hogy nyugodtan gondolkozzék, miként szerezhetni őt vissza, de nem bírt. Ezer meg ezer ötlet villant eszébe, de egyik őrülte volt a másiknál. Végül felvillant benne a gondolat, hogy senki más nem szabadíthatta ki, csak Aulus, és Aulusnak legalábbis tudnia kell, hol rejtőzik. És felugrott, hogy Aulus -ék az rohanjon. Ha nem adják őt vissza, a fenyegetéseitől nem ijednek meg, akkor elmegy Cézárhoz, bevádolja a vén hadvezért engedetlenségét, s rábírja Cézárt, ítélje őt halálra, előbb azonban kiszedi belőlük, hogy lügyi, hol tartózkodik. De még ha önként visszaadják, akkor is bosszút áll rajtuk. Igaz, hogy házukba fogadták és ápolták, de mindegy. Ezzel az egy minden hálától felmentették és ekkor bosszúszomjas, gyűlölködő lelke gyönyörűséggel gondolt rá, mennyire kétségbe esik majd pomponni a grécina, ha a centúrió megviszi az öreg Aurusznak a halálos ítéletét. Mert abban csak nem bizonyos volt, hogy a halálos ítéletet kieszközli. Ebben Petronius is segítségére lesz. Különben Cézár maga sem tagad meg semmit barátaitól, az augustianusoktól, ha csak személyes ellenszembe vagy saját kérjetelme miatt nem. És hirtelen szinte a lélek is megtermed benne egy rettenetes gondolatra: Hát, ha maga Cézár ragadta el lúgiát mindenki tudta, hogy Cézár unalmában gyakran keresett szórakozást éjszakai rabló kalandokban, még Petróliusz is részt vett ilyen mulatságokban. Igaz, hogy ezeknek fő célja az volt, hogy nőket fogdossanak össze, és katonaköpnyegen dobálják fel, amíg el nem állnak. Mindazonáltal maga Néró nevezte el ezeket a kirándulásokat gyöngyhalászatnak. Megtörtént ugyanis, hogy a szegény nép által sűrűn lakott városrészekben az ifjúság és szépség valódi gyöngyszemeire bukkantak. Ilyenkor a szagáció, amint a katonaköpönyegen való labdázást nevezték, valódi nőrablássá változott, mert az igaz gyöngyöt vagy a palatinuszra küldték, vagy Cézár számtalan villáinak egyikébe helyezték el, vagy végül oda valamelyik hívének. Ez megtörténhetett Lügiával is. Cézár szemügyre vette őt a lakomán, és Vinícius egy pillanat sem kételkedett abban, hogy ő is a legszebbnek találta az eddig látott nők közül. Nem lehetett másképp. Igaz ugyan, hogy Lügia ott volt a palotában, Nero tehát nyíltan elvehette volna őt magának, de Petronius helyesen állapította meg, hogy Cézár a gazdettek elkövetésében gyáva volt, és ha nyíltan cselekedhetett is, inkább titokban dolgozott ezúttal erre kényszeríthette őt a poppájától való félelem is. Viníciusnak most eszébe jutott, hogy Auluszék talán mégsem merték volna erővel elragadni a leányt, akit Cézár neki ajándékozott. De ki ismerészelt volna ilyesmit? Vagy talán az az óriás Lügius, az a szemű rabszolga, aki a trikliniumban is bemert jönni, hogy Lügiát a karján vigye ki? De hol rejtőzött volna el vele, hova vitte volna magával? Nem, egy rabszolgától nem telik ki ilyesmi. Ezek szerint senki más nem tehette, csak Cézár. E gondolatra Vinícius szeme előtt elsötétült a világ, és homlokát kiverte a verejték. Ebből az esetben Lügiát egyszer s mindenkorra elvesztette. Mert bárki más kezéből kiragadhatta volna őt, csak éppen Néróéból nem. Most már az előbbinél sokkal jogosabban elmondhatta: Vé, miseru, mi mihi! Jaj, nekem szerencsétlennek! Képzelete elébe varázsolta Lügiát Néró karjai között, és életében először értette meg, hogy vannak gondolatok, amelyeket az ember el nem viselhet. Csak most érezte igazán, mennyire megszerette. Mégint a vízbe embernek egy pillanat alatt egész élete elvonul emlékezetében, úgy vonult el most ő előtt előkia. Maga előtt látta, és minden szavát hallotta. Látta a szökőkútnál, látta auluszéknál, és látta a lakomán. Megint közel érezte magához, érezte hajának illatát, testének melegét, és az ártatlan ajkairól rabolt csókok gyönyörét most százszorta a szebbnek, kívánatosabbnak, édesebbnek, sokkal inkább a minden halandók és istenségek közül kiválasztott egyetlenének éreztem, mint valaha. És ha elgondolta, hogy mindaz, ami annyira a szívébe gyökerezett, s vérévé és életévé vált, most talán néróé, olyan rettenetes, szinte fizikai fájdalmat érzett, hogy kedvelet volna a fejét az átrium falába verni, amíg össze nem zúzódik. Érezte, hogy ebbe bele lehet őrülni, és biztosan bele is őrült volna, ha ott nincs a bosszú gondolata. De míg az előbb azt hitte, hogy nem bírna élni, ha lőgiát vissza nem szerezni, most úgy érezte, hogy addig meg nem halhat, amíg bosszút nem áll érte. Ez az egyetlen gondolat jelentett számára bizonyos könnyebbséget. Én leszek a Cassius kéreát, ismételgette Néróra gondolva és egy pillanat múlva az implúviumot környező virágvázákból felkapott egy marék földet, és rettenetes esküdtett Erebuszra, Hekatéra és saját házi láreszeire, hogy bosszúját véghez viszi. És valóban megkönnyebbült. Legalább volt miért élnie, és mivel megtöltené napjait és éjszakáit. Ezután elvetette azt a gondolatot, hogy Auluszékhoz megy, és a Palatinusra vitette ki magát. Útközben arra gondolt, hogy ha nem engedik Cézár elé, vagy meg akarják motozni, hogy nincsen áll a fegyver, az annak a jele lesz, hogy Cézár ragadta el Fegyvert azonban vitt magával. Szinte öntudatát vesztette, csak a bosszú tekintetében őrizte meg, mint az egy gondolat által lenyűgözött emberek. Nem akarta, hogy az idő előtt meghiúsuljon. Ezen felül mindenkelőtt aktét akarta látni, mert azt hitte, hogy tőle megtudhatja az igazságot. Időnként átvillant anyán a gondolat, hogy talán Lügiát is láthatja, és e gondolatra megremegett. Mert hát, ha Cézár rabolt el, anélkül, hogy tudta volna ki az, és még ma visszaadja neki. De ezt a feltevést hamar elvetette. Ha vissza akarták volna küldeni neki, azt már tegnap megtették volna. Csak is aktéi magyarázhatott meg mindent. Először tehát vele kell találkoznia. Mikor ebben megbizonyosodott, rászólt a rabszolgákra, hogy siessenek, útközben pedig zűrzavarosan hol lügjára, hol a bosszúra gondolt. Hallotta, hogy az egyiptomi ptah isten papjai arra hoznak betegséget, akire akarnak, és elhatározta, hogy ennek a módját megtulakolja. Keleten azt is hallotta, hogy a zsidóknak van valami varázsigéjük, amelyel ellenségük testét fekélyekkel boríthatják. A rabszolgái között volt tíz egy néhány zsidó. Elhatározta tehát, hogy amint hazatér, addig korbácsoltatja őket, amíg etitkukat el nem árulják. De a legnagyobb kéjjel a rövid római kardra gondolt, mert annak nyomán vastag sugárban ömlik a vér, miként a Caius Caligulae, mely lemoshatatlan vérfoltokat hagyott a portikus oszlopán e pillanatban kész lett volna egész Rómát kiírtani, és ha valamiféle bosszú Istenek megígérték volna neki, hogy rajta és Lügián kívül minden ember elpusztul, beleegyezett volna. A kapu előtt összeszedte minden józanságát, és mikor megpillantotta a Pretorianus őrséget, elgondolta, hogy ha a belépésnél a legkisebb nehézséget okozzák neki, ez annak a jele lesz, hogy Lügia a Cézár akaratából a palotában van. De a primipiláris centúrió barátságosan rámosolygott néhány lépést közeledett felé, és így szólt. Üdv neked, nemes tribunus! Ha Cézár előtt kívánsz fejet hajtani, rossz pillanatot választottál, nem tudom, beszélhetsz -e vele. Mi történt? kérdezte Vinicius. Az isteni kis Augusta tegnap váratlanul megbetegedett. Cézár és Augusta Poppea mellette vannak az orvosokkal együtt, akiket az egész városból összehívtak. ez fontos esemény volt. Cézár, mikor ez a leánykája született, szinte őrjöngött a boldogságtól, és extra humánum gaudiummal ember fölötti öröm fogadta őt. Még korábban a szenátus a legünnepélyesebben az isteneknek ajánlotta Poppea anyaságát. Fogadalmi áldozatokat mutattak be, és Antiumban, ahol a szülés lefolyt pompás mérkőzéseket rendeztek, és ezen felül szentét építettek mindkét fortuna tiszteletére. Néru, aki semmiben sem tudott mértéket tartani, mérhetetlenül szerette ezt a gyermeket, és Poppel szívének szintén kedves volt, már csak azért is, mert megszilárdította a helyzetét és befolyását ellenállhatatlanná tette. A kis Augusta egészségétől és életétől függhetett az egész birodalom sorsa de Vinícius annyira lefoglalt a saját személye, saját ügye és szerelme, hogy a centúrió hírére szinte ügyet se vetve jelentette ki, csak aktéval akarok találkozni. És bement. De Akté is a gyermekkel volt elfoglalva, úgyhogy Viníciusnak sokáig kellett várnia. Csak délfelé került elő, fáradt és sápadt arccal, s Vinícius láttára még jobban elhalványodott. Akté! kiáltotta a Vinicius, és a leányt kezénél fogva az átrium közepe felé vonta. Hol van Lőgia? Éppen tőled akartam megkérdezni, felelte a leány, és szemrehányással nézett az ifjú szemébe. De az ifjú noha elhatározta, hogy nyugodtan fogadja ki aktét, ismét a fejéhez kapott, és a kintól és haraktól vonagló arccal ismételgette. Eltűnt! Elragadták út közben de csak hamar erőt vett magán, és arcát Akté arcához közelítve összeszorított fogakkal mondta, Akté, ha kedves az életed, ha nem akarsz valami borzalmas szerencsétlenség okozója lenni, akkor felej őszintén, nem Cézár rabolta előtt. Cézár tegnap ki sem mozdult a palotából. Anyát árnyékára az összes istenekre kérlek, nincs itt a palotában anyám árnyékára Márkusz nincs a palotában, és nem Cézár rabolt el. A kis Augusta tegnap megbetegedett, és Cézár el nem mozdult bölcsője mellő. Vinicius fellélegzett. Amit a legszörnyűbbnek képzelt, én már nem fenyegette. Akkor hát, mondta, s öklét összeszorítva ült le egy padra, akkor auliszék ragadták el, s ha úgy van, jaj nekik! Aulus Plaucius ma reggel járt itt. Velem nem találkozhatott, mert a gyermeknél voltam, de Epafroditustól meg a Cézár cselédsége közül másoktól is kérdezésködött Lúgia felől, aztán kijelentette, hogy majd még visszajön, mert velem is akar beszélni. Csak a gyanút akarta elterelni magáról. Ha nem tudta volna, mit történt Lügiával, akkor az én házamban kereste volna. Néhány szó üzenetet írt egy táblácskára, abból láthatod, ő csak annyit tudott, hogy Lőgiát Petronius és a te kívánságodra vitette el Cézár az ő házától, és mivel sejtette, hogy innen hozzád viszik, ma reggel nálad járt, ahol megmondták neki, mi történt. Azzal bement a kubikulumba, és egy táblácskával tért vissza, amelyet Aulus hagyott ott neki. Vinicius elolvasta és elhallgatott. Akti azonban, mintha leolvasta volna gondolatait komor arcáról, mert kis idő múlva így szólt. Nem, Markus, az történt, amit maga lőgia akart. Te tudtad, hogy el akar szökni, robbant ki Viníciusz. De a leány csak nem szigorúan nézett rá ködös szemével. Azt tudtam, hogy nem akar ágyasod lenni. Hát te mi voltál egész életedben? Én azelőtt rabszolga voltam. De Vinicius tovább háborgott. Cézár neki a lőgiát, tehát nem kell törődnie vele, hogy mi volt azelőtt. Megtalálja, ha kell a föld alatt is, és azt csinál belőle, amit akar. Igenis, az áldása lesz, és annyiszor korbácsoltatja meg, ahányszor kedve tartja, és ha megunja, odalöki bármelyik rabszolgájának, vagy kézimolmot hajtat vele valamelyik afrikai birtokán. Most felekutatja, és meg is találja, csak azért, hogy összezúzza, összetapossa és megalázza és egyre jobban felizgatva magát, annyira elvesztett minden mértéket, hogy Akté is látta. Sokkal többet fenyegetőzik, mint amennyit képes volna megtenni, és hogy a harag és a szenvedés beszél belőle. A szenvedés szánalmat keltett volna benne, de ez a túlzott ingerültség kimerítette türelmét, úgy, hogy végül megkérdezte, miért jött ide hozzá. Vinicius egyelőre nem talált szavakat, hogy válaszoljon. Azért jött hozzá, mert úgy akarta, mert azt hitte, hogy Aktétól megtud valamit, de tulajdonképpen csak Cézárhoz jött, és mivel vele nem találkozhatott, jött el Aktéhoz. Lügia azzal, hogy megszögött, ellene szegült Cézár akaratának. Ő tehát kieszközli, hogy Cézár kerestesse az egész városban és országban, még ha az összes légiókat kellene is ehhez felhasználni, és a birodalom minden házát átkutatni. Petronius támogatni fogja kérését, és a kutatás már ma megkezdődik. Erre Akti így felelt. Vigyázz, hogy végleg elneveszítsd, éppen akkor, amikor Cézár parancsára megtalálják. Vinicius összehúzta szemöldökét. Mit jelent ez? kérdezte. Hallgass rám, Márkusz! Tegnap Lügiával itt voltunk a kertben, és Poppeával találkoztunk. Vele volt a kis Augusta, akit a szeretsen Lilit vitt a karján. Este a gyermek megbetegedett, és Lilit azt állítja, hogy megigézték, mégpedig az az idegen leány igézte meg, akivel a kertben találkoztak. Ha a gyermek felgyógyul, feledésbe megy a dolog. De ellenkező esetben maga poppaja vádolja meg őt igézéssel, és akkor bárhol találják is meg, nem lesz menekvés számára. Pillanatni csend következett, aztán Vinicius szólalt meg, hát ha valóban megigézte. Engem is megikézett. Lilith azt állítja, hogy a gyermek azonnal felsírt, mikor mellettünk elhaladt. És ez igaz is, felsírt. Bizonyára már betegen hozták ki a kertbe. Márkusz, keresd magad, ahol akarod, de amíg a kis Augusta fel nem gyógyul, ne beszélj róla Cézárral, hogy a fejére nevű vont pompá a bosszúját. Eleget sírt már az ő szeme miattad. Az összes istenek őrizzék meg most szegény fejét. Te szereted őt, Akté? kérdezte Vinicius komoran. Akté szemében megcsillant a könyv. Igen, nagyon megszerettem. Mert neked nem gyűlölettel fizetett, mint nekem. Akté kis ideig ránézett, mint a haboznék, vagy mint aki ki akarna fürkészni, hogy őszintén beszélte, aztán így szólt. Ó, lobbanékony vak ember! szeretett téged. Vilíciusz e szavak hatására úgy ugrott fel, mint egy megszállott. Nem igaz, gyűlölte. Honnan tudhatja Akté? Lúgia egyetlen napi ismeretség után megvallotta neki? Micsoda szerelem az, amely jobban szereti a bujdosást, a szegénység gyalázatát, a bizonytalan holnapot, esetleg a nyomorúságos halált is, mint egy lomtízbe öltözött házat, ahol szerelmesen lakomával várja. Jobb, ha nem is halli, ilyesmit, mert még megtalál őrülni. Ő oda nem adta volna azt a leányt, a palotta minden kincsért, és lám mégis elszökött. Micsoda szerelem az, amely még a fél a s svájdalmat szül. Kibírja ezt felfogni, ki értheti meg, ha nem remélni hogy megtalálja a tört magába. Szerelmet adni szokás, nem elvenni. Voltak pillanatok Auluszéknál, amikor ő maga is hitt közeli boldogságában, de most már tudja, hogy lügi a gyűlölte, és gyűlöli, és úgy is hal meg. Gyűlölettel a szívében de most a mindig félénk és szelíd akté robbant ki felháborodva. Hát hogyan akarta Vinicius megnyerni lőgját? Ahelyett, hogy Aulus és Pomponia előtt fejet hajtva tőlük kérte volna őt, alattomosan ragadt el szüleitől. Nem feleségévé, hanem ágyasává akarta tenni őt, a tisztes ház nevelt, és egy király leányát. Idehozatta a bűnös és gyalázott házába, az ő ártatlan szemét democskolta egy parázna tivornya látásával, úgy bánt vele, mint egy utcai nővel. Nyilván elfejtette, milyen háza uluszék háza, és kicsoda pompónia grécina, aki lügiát felnevelte. Nyilván nincs elég esze megítélni, hogy azok más nők, mint Nigidia, mint Kávia Crispinilla, mint Poppea, és mint mindenki, akivel itt a Cézár házánál találkozik. Mikor Lügiát megpillantotta, nem látta, hogy az egy tiszta leány, aki inkább választja a halált, mint a gyalázatot? Honnan tudja, milyen istenekben hisz Lügia, és hogy nem tisztábbak-e, nem jobbak-e azok a parázna Vénusznál vagy akit az erkölcsen római nők tisztelnek? Nem, Lügia nem tett neki vallomást, de mondta, hogy tőle Viníciusztól vár segítséget, reménykedett, hogy Vinícius kieszközli Cézártól, hogy hazamehessen, és visszaadja őt Pomponiának. És mikor erről beszélt, úgy lángolt, mint egy leányka, aki szeret és bízik, az ő szíve Viníciusért dobogott, de Vinícius maga rémítette meg őt, megbántotta és felháborította, most hát csak kerestesse a Cézár katonáival, de tudja meg, hogyha a poppe a gyermeke meghal, lügiára esik a gyanú, s az elkerületetlenül a vesztét jelenti. Vinicius haragján és fájdalmán kezdett erőt venni a megindultság. Lelkeméjéig megrázta a hír, hogy Lügia szerette. Eszébe jutott, hogy Aulusék kertjében milyen piruló arccal és ragyogó szemmel hallgatta szavait. Most úgy érezte, hogy a leány akkor csak ugyan kezdte őt megszeretni, és e gondolatra egyszerre olyan boldogságot érzett, amely százszorta nagyobb volt, mint amire vágyott. Elgondolta, hogy valóban az övé lehetett volna engedelmesen, és még szerette volna is. Íme, befonta volna ajtaját, és megkente volna farkas zsírral, aztán, mint felesége, letelepedett volna tűzhelye mellé a jobb bőrre. Íme, hallhatta volna szájából a szentséges szavakat, ahol te gájusz vagy, ott én gája vagyok. A menyasszony szavai a római menyegző szertartásában. És az örökké az övé maradt volna. Miért nem cselekedett hát így? hiszen készen volt rá. De most már ő nincs, és talán meg sem találja, ha pedig megtalálja, elvesztheti. De ha nem vesztené is el, ő, Vinícius, most már sem Auluszéknak, sem Lügiának nem kell. És haragában haja ismét felborzolódott, de most már nem Auluszék, nem is Lügia ellen forrongott, hanem Petronius ellen. Mindennek ő az oka. Ha ő nincs, most lőgiának nem kellene bújdosnia, hanem az ő mennyasszonya lenne, és semmiféle veszedelem nem fenyegetné drága életét. De íme megtörtént, és most már késő helyrehozni azt, ami rossz, és amit helyrehozni nem lehet. Késő. És úgy érezte, hogy lába előtt feneketlen mélység indult meg. Nem tudta, mit tegyen, hogyan viselkedjék, hova menjen. Akté, mint a visszhang ismételte meg, késő, és e szó az idegen szájból halálos ítéletnek hangzott. Csak egyet tudott, hogy meg kell találni a lügját, mert ha nem, valami nagy baj történik vele. És tolgáját gépjesen maga köré vonva menni készült, annélkül, hogy aktétól elbúcsúzott volna, de ekkor félrehúzódott a pitvar ajtaja, és egyszerre pompónia a gyászolás alakját látta maga előtt. Nyilván ő is értesült már Lügia eltűnéséről, és úgy vélvén, hogy neki könnyebb lesz aktéval találkoznia, mint Aulusnak, most hírekért jött hozzá. De Vinicius megpillantva feléje fordította apró sápat arcát, és kis idő múlva megegyezte. Isten bocsássa meg neked, Márkusz, a sérelmet, melyet nekünk és Lőkiának okoztál. Az ifjú pedig lehorgasztott fejjel, bűntudatosan, boldogtalanul áltott. Nem ért miféle Isten bocsássan, és bocsáthat meg neki. És miért beszél Pomponi megbocsátásról, ott inkább a bosszúról kellene beszélnie. És végül is tanástalanul távozott, feje tele volt nehéz gondolatokkal, óriási gonddal és álmélkodással. Az udvaron és a tornác alatt nyugtalan embercsoportok áldogáltak. A palotabeli rabszolgák között szenátorokat és lovagokat lehetett látni, akik a kis augusta egészsége felől tudakozódtak, hogy lássák őket a palotában, és legalább a rabszolgák előtt kimutassák részvétüket. Az istennő betegségének híre nyilván nagyon gyorsan elterjedt, mert a kapuban egyre újabb alakok tűntek fel, a bolt túl egész tömegek látszottak. Az érkezők némelyike, látva, hogy Vinicius távozik, tőle kérdezte meg mi újság, de az a kérdésekre nem is válaszolva, nem egyenesen előre, amíg Petronius, aki ugyancsak érdeklődni jött, szinte mellével nem érintette, és fel nem tartóztatta. Viniciusnak Petronius láttára kétségkívül felford volna a dühe, és bizonyára elkövetett volna valami sértést Cézár palotájában, ha aktétól nem olyan megtörtén, kimerülten és lesújtva távozik, hogy pillanatnyilag még vele született lobbadékonysága is elhagyja. Mindazonáltal volt a Petróniuszt, és tovább akart menni, de az szinte erővel tartotta vissza. – Hogy van az isteni gyermek? – kérdezte. De ez az erőszak ismét fellobbantotta, és egy pillanat alatt felháborította Viníciuszt. – Nyelni el a pokol őt is, meg ezt az egész házat! – felelte fogait összeszorítva. – Hallgass, szerencsétlen! – figyelmeztette Petróniusz, körülnézve, gyorsan hozzátette. – Ha tudni akarsz valamit Lügiáról, gyere velem! – nem, itt nem mondok semmit. Gyere velem, a gyaloghintóban elmondom, mit gondolok. És vállát átölelve, sietve kivezette a palotából. És éppen ez volt neki a legfontosabb, mert semmiféle újságot nem tudott. Mivel azonban talpra esett ember volt, és tegnapi feláborodása ellenére őszinte részvétet érzett Vinícius iránt, végül némileg felelősnek is érezte magát mindenért, ami történt, már is tett bizonyos lépéseket, és mikor beültek a gyaloghintóba, így szólt. Minden kapuhoz odaállítottam a rabszolgáimat, hogy figyeljenek, és pontos leírást adtam nekik a leányról, és amaz óriásról is, akik Cézárnál kivitte őt a lakomáról, mert semmi kétség, ő szabadította ki Lehetséges, hogy Auluszék valamelyik falusi birtokokon akarják őt elrejteni, és ha így van, tudni fogjuk, milyen irányba szöktették. Ha pedig a kapuknál nem vették észre, az annak a bizonyítéka lesz, hogy a városban maradt, és akkor még ma megkezdjük a kutatást. Ha nem tudják, hol van, felelte Vinicius. Biztos vagy benne? Találkoztam Pompóniával, ők is keresik. Tegnap nem juthatott ki a városból, mert éjjel a kapuk be vannak zárva. Két emberem örködik minden kapunál. Az egyiknek az a feladata, hogy lügiát és az óriás nyomon kövesse, a másik pedig azonnal visszajön és jelenti. Ha a városban van, megtaláljuk, mert a lügiuszt már a magasságáról is könnyű felismerni. Szerencsét, hogy nem Cézár ragadta el, és biztosítatlak, hogy nem ő, mert a Palatinuson nincs előttem titok. De Viníciuszból most már inkább a fájdalom robbant ki, mint a harag, és a megindultságtól szaggatott hangon elmondta Petroniusnak, mit hallott Aktétól, és milyen új veszedelmek fenyegetik Lügiát. Olyan rettenetes veszedelmek, hogyha a szökevények kézre kerülnek is, a leggondosabban el kell őket rejteni Poppea elől. Ezután keserűen a személyre hányta Petroniusnak a tanácsokat, melyeket ő adott. Ha ő nem lett volna, minden másképpen történt volna. Lügia Auluszéknál lenne, és ő vinicius minden nap láthatná, és boldogabb lehetne, mint Cézár. És beszéde folyamán mindjobban nekihevülve, Egyre nagyobb megindultság vett rajta erőt, úgyhogy végül a fájdalom és a veszett dűk könnyei kibudjantak szeméből, és végigperegtek arcán. Petronius pedig éppenséggel nem számítva arra, hogy a fiatalember ennyire tudjon szeretni és kívánni valakit, a kétségbeesés könnyeit látva bizonyos csodálkozással mondta magában, ó, ciprus hatalmas úrnője, egyedül te uralkodol Isteneken és embereken.